Az Európai Unió előtt álló kihívásokról tartott többnapos konferenciát az Európai Néppárt Bukarestben. A nyári egyetemnek a parlament adott otthont. A szervező néppárt a legmagasabb szinten képviseltette magát. Elnöke Wilfried Martens, Emil Bok miniszterelnökkel, majd Kelemen Hunor RMDS elnökkel is találkozott. Az Európai Néppárt új programjának kidolgozásában az RMDS aktív szerepet vállal. Mondta el Kelemen Hunor azt követően, hogy Wilfried Martenssel, a néppárt elnökével tárgyalt. A szövetség az őshonos nemzeti kisebbségek jogairól dolgozott ki egy határozatot, ezt terjeszti majd a néppárt jövő évi kongresszusa elé. Úgy gondoljuk, hogy bár minden érzékenységet ismerünk az Európai Unióban, az európai nemzeti közösségekkel, kisebbségekkel, előbb-utóbb a néppártnak is, az Európai Unió intézményeinek is foglalkoznia kell. El kell különíteni az őshonos kisebbségeket a bevándorló kisebbségektől, és az őshonos kisebbségek számára meg kell teremteni azokat a jogi feltételeket, amelyek az ő közösségi jogaikat hosszú távon biztosítani tudják az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Néppárt elnöke elismerőleg szólt az RMDS-ről. Örvendek az RMDS kormányzati szerepvállalásának. Ez a párt komoly és rendkívül szükséges intézkedéseket hozott meg, és remélem, hogy a közvélemény majd megtapasztalja ezeknek az intézkedéseknek az eredményeit is. Én teljes mértékben támogatom őket ezeknek a döntéseknek a meghozatalában. És gratulálok az RMDS-nek, hogy vállalta a felelősséget. Tudják, az Európai Unió most válaszúthoz érkezett. Meg kell védeni a gazdasági jövőnket, és Románia kormánya ebből a felelősségből nagy mértékben kivette a részét. Martens a pártja által szervezett nyári egyetemre érkezett Bukarestbe. A rendezvény résztvevői, köztük az Európai Parlament elnöke és a térség több kormányfője, az unió előtt álló kihívásokról értekeztek. Valamennyien a szorosabb együttműködést szorgalmazták, mondván, hogy a gazdasági válságból csak is egy politikai unió segíthet kilábalni. Traian Băsescu államfő konkrétabban fogalmazott, szerinte az unió jövőjét az Európai Egyesült Államok létrehozása jelenti. Az ötlet nem új keletű, hiszen az alapítók közül már a kezdetekkor többen is föderációban gondolkoztak, ám a gazdasági válság hatására most nagyobb hangsúlyt kapott. Hiszen mára világossá vált, hogy a tagállamoknak külön-külön nem sikerül legyőzni a válságot, magyarázza Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Úgy lehetne ezt elképzelni, hogy jelen pillanatban van egy pár olyan terület, ahol a döntés közös, együttes, például agrárpolitikája van az uniónak, kereskedelem politikája van az uniónak, szállítás politikája és regionális fejlődési politikája. Gondoljunk arra viszont, hogy energiapolitikában minden tagállam külön-külön tárgyal, ez azt jelenti, hogy például az orosz Gazprommal nem Brüsszel tárgyal, hanem Németország, Románia, külön-külön Magyarország. Ugye akkor, amikor több közös terület van, akkor, amikor az adózásban is az Európai Parlament, illetve az Európai Unió közös költségvetése erősebb, mert vannak saját forrásai, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb hatékonysággal lehet válaszolni a válságra. Az unió országainak a jövője arról szól, hogy az euró, a közös kifizetőeszköz, az a teljes Európai Uniót magába fogja foglalni. A közös vámpolitikák, a közös fiskális politikák ki kell legyek egészítve egy közös gazdaságteremtési, gazdaságfejlesztési politikával. Ez azt jelenti, hogy az 500 milliós unió fog tudni globális szinten megharcolni a kínai, az orosz, az Egyesült Államoknak, a Brazíliának, a többieknek, az Indiának a növekvő hatalmával. Ez azt jelenti nyilván, hogy sokkal hatékonyabban fog tudni az állampolgáraira is ügyelni. A befektető és elemző házak zöme egyre valószínűbbnek látja az euróövezet felbomlását. Októberre szóló előrejelzésében a világ legnagyobb gazdaságelemző csoportja, az Economist Intelligence Unit, egyaránt elképzelhetőnek tartja az eladósodott déli euró tagállamok leválását és azt, hogy Németország dönt a távozás mellett. A cég szerint Németország távozása egyben a közös valuta végét is jelenteni.